Mindkét nap több százan voltak kíváncsiak a Fehérvár hangja elődöntőseinek produkciójára. Zenei kísérettel álltak ki a jelentkezők a világot jelentő deszkákra. Volt, aki saját hangszerét és gitártudását hívta segítségül az előadáshoz. A zsűritagok tudták, nem lesz egyszerű feladat összeállítani a döntősök névsorát. Hosszas tanakodás után azonban megszületett a végeredmény. Volt a bizonyos szempontok, amiket így végigvittünk, és ezt a 12-t választottuk ki. Volt, aki persze teljesen csont nélkül, de az utolsó olyan 4-5 helyen azért hezitáltunk. A közönségdíjért is folyik a harc. Közel 8000 voks érkezett eddig a versenyzőkre. Mindenkire, aki benne volt a 24-ben, az továbbra is esélyes arra, hogy a közönségdíj az övé legyen. Bízunk benne, hogy minél többen, legalább annyian, akik eddig is szavaztak. 7777 szavazatunk volt az éjszakai órákban, az azt gondolom, hogy nagyszerű, hiszen gyakorlatilag szinte egy hete, másfél hete indítottuk el a szavazást. A tehetségkutató szervezői szerint minden jel arra mutat, igenis szüksége volt a városnak egy ilyen volumenű rendezvényre, hisz hatalmas érdeklődés övezi a verseny alakulását. Országos szintű, azt kell mondanom, tehetségkutatót hoztunk össze. A visszajelzésekből azt vesszük észre, hogy igenis igény van a tehetségkutatásra, megyei szinten is igény van az ilyen jellegű versenyekre. Hát a közönség az nagyon hálás volt, hiszen végignézték, azt kell, hogy mondjam, szombaton is, vasárnap is az egész rendezvényt. A döntősök névsorát az érdeklődők megtalálják a verseny közösségi és weboldalán, valamint a Fehérvár című hetilapunk legfrissebb számában. Megvan a 12 név, aki tovább jutott december 9-én a Fehérvár hangja verseny döntőjébe. Jöjjenek el akkor is, és drukkoljanak nekik, hiszen akkor már csak egy maradhat. Az elődöntő összefoglalóját pedig szombaton, illetve vasárnap a Fehérvár televízióban tekinthetik meg.